Szeretettel köszöntök mindenkit. Örülök, hogy ennyien itt vagyunk. Engem Lejszen Dánielnek hívnak. Igazából nem nagyon tudom, hogy pontosan hogyan is kezdjem el. Talán meséljek egy picit magamról. Szoftvereket tervezek most már viszonylag régóta. Nagyvállalati rendszereket és mindenféle egyéb rendszereket. És emiatt rengeteget használom az elmémet. Gyakorlatilag abból élek, hogy az elmémet használom. Viszonylag hosszú ideig tartott az, amíg rájöttem arra, hogy én ezeket a rendszereket valahogy látom magam előtt a fejemben, míg egy csomó más ember meg nem látja. Én azt gondoltam, hogy ők is látják, de aztán kiderült később, hogy ez nem így van. Igazából, hogyha ez a történet ez csak ennyi lenne, akkor valószínűleg nem üldögélnék itt, de ez egy picit ennél komplikáltabb. Ugyanis az életemnek a legkorábbi szakaszában, 7 éves koromban, amikor vívóedzésre mentem, akkor fölmásztam egy ilyen betonemelvényre, elkezdtem rajta tyúklépésben sétálni, és aztán egyszer csak azt vettem észre, hogy dőlök el, és fejeltem a betonba. És akkor történt valami, ami az egész életemet megváltoztatta gyakorlatilag, bár ezt akkor még nem tudtam, de olyasmi történt, ami mint egy ilyen mag így elültetődött az életemben, és nagy valószínűséggel többek között azért is ülök most itt, mert ez a mag ez elkezdett valamilyen formában kinyílni. Akkor azt éltem meg, hogy az első dolog, ami eszembe jutott, az volt, hogy ez a Lejszen Dániel ez nem is volt annyira nehéz. Sokkal nehezebbre számítottam. Ez egy ilyen egyszerű kis 7 év így elment. A második dolog, amit érzékeltem, az, hogy otthon vagyok. De úgy vagyok otthon, ahogy előtte nem érzékeltem, hogy otthon vagyok. És egy ilyen tökéletes béke és nyugalom érzés volt, vett rajtam erőt, vagy fogott el. Vibrálást érzékeltem magam körül, nem láttam semmilyen extra dolgot, majd egyszer csak, mintha hátulról valaki megérintette volna a bal vállamat, és valaki azt mondta, hogy vissza kell mennem. És abban a pillanatban érzékeltem, hogy így sutty, és Lejszen Dánielt húzták fel a földről. Soha nem kerültem el orvoshoz, úgyhogy igazából nem tudom, hogy ez mi volt, fiziológiailag mi történt velem. Aznap borzasztóan fájt a fejem, de azért a vívóedzésre elmentem, biztos, ami tuti. És utána hazamentem, és közöltem a szüleimmel, hogy valójában nekem vannak igazi szüleim, akik nem ők, van egy igazi otthonom, ami nem ez, csak úgy mihez véget. És de hogy nincs ezzel gáz, csak hogy úgy tudják mégis. Na most ők ezen eléggé meglepődtek, úgyhogy szereztek egy taoista szerzetest, aki a baráti társaságban benne volt, és pár nappal később megjelent nálunk, és leült velem beszélgetni. Erről a beszélgetésről a szüleim körülbelül 10 perc után kimentek, mert hogy nem értették azt, hogy miről beszélgetünk. Majd az a szerzetes egy óra múlva kiment, és azt mondta, hogy a szüleimnek, hogy nyugodjanak meg, ez így teljesen normális. Ezután az élmény után úgy nagyon nem történt semmi, de a spiritualitás az gyakorlatilag folyamatosan visszatért az életembe, különféle formációkban. Aztán 16 éves koromban elkezdtem aikidózni, az aikidó révén megismerkedtem a buddhista főiskolával, illetve a buddhizmussal és aztán a zen meditációval, és 24 éves koromban elkezdtem zent gyakorolni, vagy hát legalábbis én azt gondoltam, hogy azt csinálom. Még egy olyan 10 évnek el kellett telnie, mire 34 éves koromban ténylegesen elkezdett valami történni. Addigra már mást is kipróbáltam, tájcsiztam, csikungoztam, illetve elkezdtem csikungozni. Akkor kezdett el az életem olyan irányba rendeződni, hogy egy picit elkezdtem tudni, kilépni abból a folyamatos elmében lévő zakatolásból, amiben egyébként az életem zajlott, és nagyrészt most is zajlik, hiszen ez a munkám és az elmémet használom folyamatosan. És igazából annyit tudok elmondani, amennyit én megéltem ebből, de azt nagyon szívesen elmondom. Egy informatikai hasonlatot fogok mondani, hogy hogyan látom most ezt a kérdést. Mindannyian gondolom használtatok már Windows-t, vagy valamilyen hasonló operációs rendszert, és tudjátok azt, hogy különféle fájlokat, internetet, zenét, videót, stb. Le lehet játszani a számítógépen.
Az elménk az olyan, mintha mindent a Word-ön keresztül akarnánk megnyitni. Tehát, hogyha van egy számítógépünk, amiben van egy csomó program, és ott van a Word, és azzal nyitjuk meg a weboldalakat, azzal készítünk táblázatot, oda rakjuk be a videót, amit le akarunk játszani, oda rakjuk be a képeket, amiket ki akarunk nagyítani. Az egész életünk igazából arról szól, hogy csak a Word-öt használjuk, és nem nézzük meg, soha nem dobjuk le a tálcára, és soha nem nézzük meg, hogy mi a többi program, amivel esetleg még lehetne működni. Nekem ez a személyes tapasztalatom, és erre jöttem rá, és jövök rá folyton újra és újra, ahogy az Zazen és az egyéb gyakorlások során megtapasztalok különféle állapotokat, vagy különféle szituációkat saját magamban, és rálátást kapok akár csak egy pillanat erejéig, vagy rövid ideig arra, hogy az életünknek a különféle motivumai, eseményei, azok valójában az elmén keresztül csak egy nagyon-nagyon szűk, rendkívül vékony csík az, amit az elmén keresztül látni tudunk ezekből. Hogy milyen programok vannak még, hogy milyen egyéb lehetőségeink vannak még arra, hogy az életünket más szempontból tekintsük, azt nem tudom megmondani, hiszen én is igazából még csak most kezdtem ezt az egészet el, és egyik napról a másikra fedezem fel azt a világot, ami túl van a Word-ön, ami túl van az elmén, és ami egy picit is ad egyfajta olyan élményt az életről, amit nem lehet megtanítani, amit nem lehet szavakkal átadni, amit tényleg csak a tapasztalás révén lehet átadni, és a zenben ez a tudattól tudatig való átadás, ami egy igen fontos principiuma, amennyire tudom. Ez talán pont erre törekszik, hogy hogyan lehet valakiben létrehozni ugyanazt a látást, ugyanazt a tapasztalást, amit azok a mesterek, akik éveket, vagy évtizedeket, vagy életeket, vagy ki tudja mennyi időt töltöttek azzal, hogy a Word-öt letegyék a tálcára, és más programokat lőjenek fel. A legutolsó dolog, amit ilyen tekintetben megtapasztaltam, az pont itt történt, nem olyan régen, talán egy hónappal, vagy másfél hónappal ezelőtt, egy elvonuláson, amikor az egyik gyakorlás közben rám tört egy ilyen elképesztő félelem roham, és elkezdtem látni mindenféle rémképeket. Tényleg elkezdtem félni attól, hogy az, amit én látok, az megtörténik, vagy hogy éppen most történik, és hogy én itt gyakorlok, és gyakorlatilag szórakozom, és közben az életemben történnek dolgok, amikben nem veszek részt. És aztán ettől függetlenül nem hagytam abba, mert úgy gondoltam, hogy az mégis tök ciki lenne kimenni. Úgyhogy végigcsináltam a gyakorlást, és az utolsó gyakorlatnak a körülbelül a felénél egyszer csak ez az egész megszűnt. Arra eszméltem, kb. Ha eszméltem egyáltalán, mert nem eszméltem igazából, hanem az eszmélet eszmélt arra, hogy figyelek, hogy mindenre tudok figyelni. Hogy minden, ami körülöttem történik, az gyakorlatilag úgy, ahogy van, be tudom engedni magamba, és semmilyen hullámot vagy interferenciát nem hoz létre belül. Csak egyszerűen bejön, és érzékelem, hogy ez van, és minden egyszerre be tud jönni, és nem kell erőfeszítést tennem annak érdekében, hogy ez a figyelem ez történjen, hanem valójában ez a figyelem valahol én vagyok, vagy valami, amit definiálhatok úgy, hogy én ennek a figyelemnek a része, vagy része ez a figyelem annak. Ez az állapot többé-kevésbé két napig megmaradt, vagy másfél napig. Aztán persze visszamentem Budapestre, és felszálltam a 76-os trolibuszra, és ahogy a 76-os trolibusz így szépen begurult a Városligetbe, úgy én, nekem is az az élményem így szépen lassan elhalványult. De minden esetre azt szűrtem le ebből, hogy valójában a dolgok nem ilyenek vagy olyanok, nem tudnak igazából bennünk semmit okozni maguktól. Minden, ami okozódik, azt csak mi tudjuk okozni. Azzal, hogy rezonálunk bizonyos dolgokra, és hogyha ezt a rezonanciát, ezt a rezgést, ezt a folyamatos viszonyulást, meg igazodást, meg ítélkezést, meg
jelzőkkel való ellátást, meg bármit, ezt sikerül magunkban egy picit lecsendesíteni, akkor van egy pont, ahol ez magától megszűnik. Ez a tudat ez számomra rendkívül felemelő volt, mert ez azt jelentette, hogy nem kell folyamatosan tolni lefelé azt a valamit, azt nem kell állandóan energiát rakni abba, hogy mindig ott legyünk, hogy mindig a pillanatra figyeljünk, hogy mindig fókuszáltak legyünk, mert mi magunk vagyunk a fókuszáltság valójában. Azt kell megszüntetnünk, ami ezt a fókuszáltságot ki tudja billenteni, illetve nem tudom, hogy ezt megszüntetni kell-e, vagy megszűnik magától. Pusztán csak azért, mert mi folyamatosan törekszünk arra, hogy fókuszáltak legyünk, és egy idő után ez a fókuszálatlanság, ez valahol elfárad. Ez számomra nagyon megnyugtató, mert azt jelenti, hogy van valahol egy pont, ahol már nem kell mindig visszamenni az elejére, mindig visszamenni a kályhához, és mindig újra kezdeni, hanem a gyakorlás, a folyamatos gyakorlás révén el tudunk jutni olyan pontokra, ahonnan már kevésbé ugrunk vissza, vagy kevésbé vet vissza minket az élet. Ezt tapasztalom is egyébként, tehát hogyha napi szinten gyakorlok, akár csikungot, akár zazent, akkor érzékelem, hogy egy jóval magasabb szinten élem meg a saját életemet, sokkal kevésbé zavarnak be ezek a hullámok, sokkal kevésbé vérnyomás emelkedéssel reagálok arra a szituációra, amikor a szüleim elmondják, hogy mit gondolnak arról, ahogy én élek. Ez bizonyos tekintetben rendkívül jó, mert ugye tudjuk, a vérnyomás emelkedést az nem tesz jót az ereknek, és akkor tovább élünk, hogyha nem így reagálunk a dolgokra. Sokkal könnyebb úgy létezni, hogyha az ember napi szinten gyakorol. Én ezt tapasztaltam meg az elmúlt néhány évben. Nyilván voltak nekem is olyan periódusok, amikor abba kellett hagynom a gyakorlást, vagy abba hagyatta velem az élet a gyakorlást. Az életesemények abba hagyatták velem a gyakorlást, és akkor visszakerültem egy olyan szintre, úgymond szintre, egy olyan állapotban, ahonnan megint megvalósíthatatlan, elképzelhetetlen, kibírhatatlan, megoldhatatlanná vált az a helyzet halmaz, ami egyébként körülvesz folyamatosan. Mindezt a gyakorlás oldaláról, vagy abból a szempontból nézve, ahova a meditáció, vagy bármilyen más gyakorlat juttathat el minket, a dolog megoldhatónak, és megvalósíthatónak, és elképzelhetőnek, és kibírhatónak tűnik. Sokkal kevésbé ütnek meg azok a dolgok és azok a szituációk. Sokkal kevésbé állítanak meg bennünket az utunkon, határozottabban és módszeresebben tudunk törekedni afelé, ami felé haladunk, bármi legyen is ez. Aztán az, hogy mifelé haladunk, az megint egy rendkívül jó kérdés. Itt egy picit visszakanyarodok a 7 éves kori élményemre. Nagyon sokáig azt gondoltam, hogy az, hogy ez velem megtörtént, az azt jelenti, hogy nekem itt van valami elképesztő feladatom. És itt aztán nekem olyan dolgokat kell csinálni, hogy az senki más, nem, tehát az csak én. Aztán jött egy élethelyzet, amikor is jött egy szituáció, amiről azt gondoltam, hogy na ez az, ezt kell nekem csinálni, itt van, én most aztán megmentem a világot. Ebben az élethelyzetben olyan pofonokat kaptam, amiket még előtte soha, és ebben az élethelyzetben rá kellett jönnöm arra, hogy ez a dolog biztos nem az, amit nekem csinálnom kell. Egészen biztos. Ugyan hozzátettem egy csomó mindent, és valószínűleg már így is hozzájárultam egy csomó dologhoz, de hogy egy kicsit azóta óvatosabban gondolkodom arról, hogy mi is az, hogy feladatom van, vagy mi is az, hogy az életemnek mi az értelme, és hogy miért vagyok itt. Mert elképzelhetőnek tartom azt is, hogy valójában ez is ránk van bízva valamilyen tekintetben. Nyilván vannak pontok az életünkben, amik úgy tűnnek, mintha itt tényleg lennének szúrva, mint ilyen póznák vagy bóják, amik mellett, hogyha elhaladunk, akkor egyszer csak valami megtörténik, vagy egyszer csak valakivel találkozunk, vagy egyszer csak valamilyen irányba fordulatot vesz az életünk. Ezt nem tudom sem megerősíteni, sem cáfolni, hogy ez így van-e, hogy ezeket letűztük-e, vagy más valaki letűzte nekünk. Mindenesetre azt egyre inkább úgy látom, hogy ezek nem determinálnak minket. És még csak nem is feltétlenül úgy hajlamosítanak, mint ahogy azt szokták mondani, hogy ezek az energiák csak
hajlamosítanak minket, és nagyon nehéz ellenük dolgozni. Sokkal inkább arról van szó, hogy ez is csak annak a kérdése, hogy éppen honnan nézzük, honnan tekintjük ezt a dolgot. És olyan ez, mintha egy ilyen, nem is tudom, mintha valamivel fölrepülnénk a táj fölé, és attól függően, hogy milyen magasan vagyunk, attól függően egyre nagyobb és nagyobb területet vagyunk képesek belátni. Ez is számomra valami ilyesmi, hogy minél többet gyakorlunk, minél inkább a életünknek a helyzeteire nem reagálunk, és nem csak elszenvedői vagyunk ezeknek a szituációknak, hanem képesek vagyunk magunkba engedni, megfigyelni, és aztán valamit cselekedni, annál nagyobb területet látunk be, és annál inkább a kontroll, úgymond a mi kezünkben van, annál kevésbé hajlamosít az asztrológia, annál kevésbé determinálnak ezek a jelzőpóznák, amik néha megfordítják az életünk menetét. Köszönöm szépen!